Most pedig az idei Nobel-díjról lesz szó. A Nobel-díjat a nagy fizikusok által sokszor és sokáig lesajnált környezetfizikai, klímafizikáért adták. Ez egyben a bizottságnak üzenete az emberiséghez és a fizikusokhoz arról, hogy ez is ugyanolyan fontos része a fizikának, a tudományoknak, mint más. Az egyik felét egy olyan csapat kaptak, akik a klímamodellezéssel foglalkoztak, a másikat pedig egy olyan elméleti fizikus, aki a komplex rendszerek elméletében dolgozott. Hát Vince Miklós, aki már itt többször tartott nálunk előadást, ő a itt nálunk működő Kármán, tehát a környezeti áramlások, ugyanakkor Kármán Tódorról elnevezett labornak a egyik vezetője. Ő már többször beszélt arról, hogy hogy lehet itt a laboratóriumban óceánt, meg légkört, meg hasonlókat modellezni. Elmondja, hogy hogy csinálták ezt azok, akik Nobel-díjat is kaptak érte. Megpróbálom nagyon gyorsan, Vince Miklós vagyok, valóban köszönöm szépen a szót, és megpróbálom nagyon gyorsan összefoglalni, hogy mi történt tegnap. Az nagyon jó felkonferálás volt, hogy egyébként tényleg meglepő volt szerintem nagyon sokaknak a fizikai Nobel-díj, és tényleg nyilvánvaló, hogy egy valamiféle üzenetet akart küldeni ezzel a bizottság. A három itt látható úr kapta a Nobel-díjat. Egyébként ez engem minden évben baromira foglalkoztat, hogy ezek a portrék, amik mindig megjelennek a Nobel honlapon, ezek már előre elkészülnek az összes jelöltről, és akkor csak összeválogatják, vagy ott van egy művész, aki baromi gyorsan felskicceli őket. De tény, hogy a bejelentés után minden évben ezzel a sajátos stílussal, ugye két perccel utána már kint van a honlapon az N darab kép. Ugye az N az maximum három, tehát a Nobel végrendelete alapján ugye egyszerűen csak három embernek adható ki a díj, tehát nem kaphatják meg többen. Tehát például, mit tudom én, a CERN, amiről szó lesz, mint olyan, ugye nem kaphatta meg a díjat, hanem csak a projektvezetők annak idején. Na most itt is természetesen jelzésértékű, hogy kik kapták a díjat. És egyébként az, hogy itt három ugyanakkor a méretben felrajzolt fej van, az ne tévesszen meg senkit, mert ez úgy oszlott meg, ez a 10 millió svéd korona, ami ilyenkor jár, hogy a Manabe Shukuro nevű japán klímakutató és a Klaus Hasselmann nevű német klímakutató ketten kapták meg a felét, és a teljes másik felét a Giorgio Parisi kapta meg Olaszországból, és ahogy elhangzott már az, hogy miért, úgy röviden összefoglalt a DJ, úgyhogy ezt most át is ugrom, és akkor menjünk sorba, hogy mit tettek ezek az emberek a környezetünk megértése érdekében. Először kezdjük Manabe Shukuroval, aki 1931-ben született Japánban, de aztán Amerikában teljesedett ki, jelenleg is ott lakik a Princeton Egyetemen. És hát ugye ő klímakutatásra adta a fejét, és a 60-as években végzett igazán úttörő munkát ezzel kapcsolatban. Most ez nem véletlenül néz ki ilyen furcsán ez a kép, én direkt levágtam a felét, hogy ne vágjam le a poént. Ez azt mutatja, hogy 1960 környékén mit gondolt az emberiség arról, hogy mi mozgatja azt, hogy a Földnek a hőmérséklete változik. Nagyon jól gondolták természetesen, hogy itt a napnak van elsősorban szerepe, hiszen ugye a napból kapjuk a fényt és a hőt. És azt tudjuk jól, hogy a nap tevékenység az ugye nem állandó, messze nem, hanem vannak ugye ezek a 14-22 éves napfolt ciklusok, amiket egyébként az alsó görbe mutat is, ami egy becsült, nyilván becsült, rekonstruált értéke a napból jövő összes sugárzásnak, és van az a hát nagyjából szabályosan lüktető, vékonyabb sárga görbe, az lényegében a naptevékenység, és annak egy simított átlaga ez a sárga. Ugye a Covid-nak egy jó hozadéka, hogy senkinek nem kell magyarázni, hogy mi az a mozgó átlag, ugye? Mert a hetes mozgó átlagos fertőzöttségi idősorokat néztük minden nap. Szóval ez egy 11 éves mozgó átlag egyébként, és azt látjuk, hogy a naptevékenység így valahogy megy, ugye ez a napból kijövő összes kakaóval arányos, vagy energiával, és akkor ehhez képest a Föld átlag hőmérséklete az nagyjából úgy reagálta, hogy a piros görbe mutatja. Hát látjuk, vagy látni véljük, hogy ez a kettő tök jól együtt fut. Itt tartott a világ 1960-ban, ott vágtam le az ábra felét. Na ez volt az az időszak, amikor viszont meglepő, akkor ebben a helyzetben, amit az előző ábra mutatott, amikor ilyen szépen együtt menni látszott a két görbe, eléggé meglepő következtetésre jutott ő, Manabe Shukuro, aki az első között csinált meg, sőt, hát tulajdonképpen elsőként csinált meg egy olyan egydimenziós, tehát nagyon egyszerű, tehát egyetlen egydimenziós klímamodellt, amiben az volt, hogy volt egy bejövő napsugárzás, volt benne egy légkör, a légkör az már tudott olyat, hogy egy részét
vagy a Föld egy részét visszaverte a napsugárzásnak, de a visszavert napsugárzás az nem ment ki teljesen az űrbe, hanem volt már benne üvegházhatás, ami a visszasugárzás révén ugye tudta melegíteni a Földet, és amit még pluszba elsőként beletett, az a konvekció, tehát az azzal kapcsolatos modell, hogy ugye a meleg levegő fölfelé száll, aztán lehűl, lemegy, és közben vízpárát visz föl a légkörbe, és közben a széndioxidot is mozgatja. Tehát ez egy nagyon egyszerű modell volt, mert nem volt benne térbeli dinamika, vagy térbeli, hogy hívják, felbontás, semmi. Tehát egyetlen egy függőleges oszlopként kell elképzelni ezt a modell klímát. De mégis, ugye ez, ennek ellenére olyasmi, amit nem lehet olyan könnyen megoldani. Tehát nem olyasmi, amit az ember papíron ki tud számolni, mert annál azért már komplexebb volt. És azt a hihetetlen következtetést, vagyis akkoriban elég meglepőnek tűnő következtetést vonta le belőle, hogy a széndioxid szint növekedésével, mert ebben a modellben tudta ő növelni a széndioxid szintet, azt tapasztalta, amit itt mutatnak ezek a görbék, amik itt különböző széndioxid koncentrációknak felelnek meg. Nagyobb széndioxid koncentráció az alul magasabb hőmérsékletet eredményez, fölül, vagyis a stratoszférában, ott nagyon magasan, meg alacsonyabb hőmérsékletet. Látjuk, hogy itt a piros görbe jobb oldalt van, odafönt meg bal oldalt. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert egyrészt valóban ezt kezdték el tapasztalni, másrészt viszont, és ez a lényeg, hogy a modelljében azt is le tudta futtatni, hogy mi lenne, hogyha a napnak a besugárzása okozná az egész hatást, és akkor azt tapasztalta, hogyha a széndioxidot kivenni a modelljéből, amit úgymond egy gomnyomással meg tudott tenni, akkor minden magasságban melegedést kellett volna tapasztalnia, amikor följebb csavarjuk a napot, és hűlést, hogyha lejjebb csavarjuk a napot. És csak a széndioxidos visszahatást tartalmazó modell esetében tapasztalta ezt a dolgot, ezt az átkereszteződést, hogy alul melegszik, fölül hűl. Ezzel egy olyan érvet adott, amit erre a modellre alapozva lehetett innentől kezdve azt mondani, hogy elsősorban, amikor fölmelegedés van, azt nem a napnak a tevékenysége okozza egy szint fölött, hanem a széndioxid bizony furcsán befolyásolja a dolgot, és utána, 1967-ben csinálta azt a modellt, utána látszik, hogy igaza is lett, mert ugye az van, hogy a két együtt menni látszó görbe, aztán azóta nem annyira megy együtt, ugye sárga továbbra is a napból jövő dolog, de a piros az meg nem más, mint a Földnek az átlag hőmérséklete, és bizony jól látjuk, hogy miután a széndioxid úgy tűnik, hogy átlépett egy kritikus értéket, onnantól kezdve a két dolog más csinál. Tehát a széndioxidnak kulcs szerepe van a felmelegedésben egy bizonyos szint fölött. Az alatt meg tényleg jól együtt ment a kettő. Ez is ugye ilyen paraméterekre való érzékenységet mutat, ami a komplex rendszerek sajátossága, és ezt jól bemutatta. Most ez egy nagyon egyszerű modell volt, csak egy elrettentésképpen, hogy ma már ezek a klímamodellek így néznek ki, sokkal több minden van bennük, mint akkor, és ráadásul egyre jobb felbontásúak, ugye arra azt mondtam, hogy csak egy cső volt, egy egydimenziós modell, most meg látjuk, hogy az elmúlt 3 évtizedben szépen sorban hogyan finomodott a felbontás, a nagyon karikaturisztikusból a nagyon finommá mostanára. És most már ezeknél is vannak újabbak. És akkor itt kapcsolódik be a másik klímakutató díjazott, a Klaus Hasselmann, aki Hamburgban dolgozik, a Max Planck Meteorológiai Intézetben. És hát ő pedig, amikor már fejlettebb klímamodellek voltak, ő először, vagy elsők között inkább azt mondanám, csinált olyan szimulációkat, amiben világosan szét tudta választani azt, hogy nem csak, hogy a széndioxid kell ehhez a fajta felmelegedéshez, amit tapasztalunk, de ráadásul szétválasztható, hogy ez igenis az emberi széndioxid, hiszen ő tudott már olyan modellfuttatásokat végezni, amiből úgymond kivette az emberiséget, és akkor ugye a görbe, az ember nélküli görbe úgymond az a kék, lenne egy hipotetikus ember, amivel az emberiség és az általa kibocsátott széndioxid 1960-ban eltűnt volna, akkor az lenne, mint amit a kék mutat, ami egyébként valóban tök jól együtt megy a napsugárzással, ha emlékszünk. Viszont az emberiség bekapcsolásával és a széndioxid kibocsátásunk bekapcsolásával az a görbe jön ki, ami a piros, és ehhez képest az azóta bekövetkezett, az azóta eltelt 30 évben bekövetkezett mérések pedig a fekete görbe. Tehát a piros az egy jóslat, a fekete görbe az egy mérés, és hát úgymond, hát ez egy, hát nem mondjuk azt, hogy
hogy ez egy bizonyítás, de egy bizonyíték arra van, erős bizonyíték arra vonatkozóan, hogy itt az emberi hatás nagyon fontos. És akkor a harmadik díj az ott, aki megkapta a másik felét, ő igazából tényleg elsőre úgy tűnik, hogy teljesen más miatt kapta, és természetesen itt az épületben is, sőt, talán a teremben is lennének sokkal avatottabb emberek, akik erről beszéljenek, de hát most engem sikerült megtalálni egy napon belül. Ő Giorgio Parisi, aki hát a komplex rendszerek fizikának és a nem egyensúlyi fizikának, egy statisztikus fizikának egy óriási alakja. Azt látjuk egyébként, hogy ő fiatalabb, mint a másik kettő, 1948-ban született, és gyakorlatilag mindvégig a római Sapienza Egyetemen dolgozott. Amivel ő foglalkozott, az hát úgymond hát a statisztikus fizika szent grálja, az a rendezetlenből a rendbe történő átmenetek jellegével foglalkozott, vagyis hát a fázis átalakulásoknak a tulajdonságaival. Nézzük csak meg, hogy például amit itt látunk, ugye az valamelyest egy rendezetlenebbnek tűnő struktúra, ez egyébként az üvegnek a modellje. Az üveg az oxigén és szilícium atomokból áll, és hát valahogy így néz ki az üveg, de van ennek egy rendezettebb változata is, természetesen, az a kvarc, az meg ilyen szép rendezett. Ugye tudjuk jól, hogy van egy csomó ilyen rendezetlen rendezett átmenet, például ugye a fagyás, amikor a vízmolekulák ilyen rácsba rendeződnek át. Ugye ilyen átmenetek vannak, ezeket fázis átmeneteknek hívjuk, ebből létezik többféle, ebben most nem megyünk bele, de az a lényeg, hogy például jellemző, hogy van egy hőmérséklet, és annak függvényében van valamiféle itt pszívvel jelölt, mit tudom én, rendparaméter, ami valami szám, ami azt méri, hogy mennyire rendezett ez a dolog, és hát ugye azt látjuk, hogy a fázis átmenetek során ez változik. Rendből átmegyünk rendezetlenbe. De az a kérdés, hogy ez milyen gyorsan van, és hogyan történik. Nyilván a rendezett struktúra egyébként az szokott lenni, hogy az egy energetikailag stabilabb állapot, tehát az emberek, vagyis a rendszerek oda vágyakoznak. Tehát nem mindig egyszerű oda eljutni. Mert nem mindig olyan egy stabil állapot, hogy van egy vödör, ahova legurítom a golyót, és akkor legurul az aljára, és jaj, de jó, minimalizálta a helyzeti energiáját, amire törekedett. Tehát van az úgy, hogy nagyon összetett és bonyolult ez az energia tájkép, például úgy néz ki, mint ez itt. Itt a rendszer természetesen szeretne lejutni abban a gödörbe, ami minimalizálja az energiáját, de hát ez egyáltalán nem egyszerű, főleg, hogyha a rendszer az sok darabból áll, amik még egymással kölcsön is hatnak, és egymást piszkálják. Tehát képzeljünk el egy olyan, hogy hívják ott, egy ilyen tájképet, domborzatot, amit persze még az is vált, nem csak az, hogy bonyolult alakú, hanem még az is befolyásolja, hogy hogyan mozgunk rajta. Tehát, hogyha odalépünk, akkor besüllyedünk, és ezzel ugye a többieknek az energia minimalizáló törekvéseit is befolyásolja, akik ugyanezen az energia domborzaton, potenciál domborzaton szeretnének mozogni. Nagyon-nagyon bonyolult ez a probléma, és azért mutattam az előbb az üveget, mert az üveg az egyébként egy ilyen dolog, ami nincs lent abban a minimumban, mert nem egy rendezett állapotú, hanem az üveg az tulajdonképpen egy folyadék, csak nagyon lassan folyik. Ezért aztán nem is vesszük észre. De természetesen sok ilyen rendszer van, és a matematikai problémája ennek a minimum keresésnek az egyáltalán nem triviális. Egy nagyon egyszerű modell az, hogy mit tudom én, vannak spinek mondjuk, és vannak spinek, akik ugyanarra szeretnének állni, mint a szomszédjuk. Mondjuk itt ül a hallgatóság, és mindenki, ha a szomszédja feláll, akkor ő is fel akar állni, vannak ilyenek, de vannak olyanok is, akik pont, hogy le akarnak ülni akkor, amikor a szomszédjuk feláll, és akkor mindenkinek mondjuk szétosztanék egy papírt, hogy melyik viselkedésmódot preferálja, legyenek ezek az izék, akik különbözni akarnak, és akik ugyanazt akarják csinálni, és hát akkor így vannak ezek, de akkor mindenki azt akar csinálni, és igazából az összboldogságot akarnám maximalizálni, ugye kb. Ez felel meg annak, hogy a fizikai rendszer a minimumra törekszik. Na de mi lenne akkor, hogyha mondjuk háromszögbe leülnének az emberek, és az egyik olyan lenne, hogy így akar, együtt akar állni a másikkal, a másik meg ellentétes irányba akar állni, hát akkor nem lenne jó megoldás, vagy nagyon nehéz lenne jó megoldást találni, ezt úgy hívják, hogy frusztrált, amikor egy frusztrált hármas csoport jönne létre, mert nagyon össze lennének veszve. Itt például a kettes, ja itt kislóg a széle, meg nincs is időm, úgyhogy annyira nem is érdekes. Giorgio Parisi azt csinálta, hogy ezt a nagyon általános problémát exaktul meg tudta oldani, és ez természetesen ugye a spin üvegek, üvegszerű fizikai rendszerek leírásához volt nagyon hasznos. Ez aztán kiderült, hogy általánosságban is mindenféle komplex rendszerek, így egyébként a klímának a leírásához is rettenetesen hasznos, hiszen a
populáció dinamikától kezdve a bankszektorig, a társadalmi problémákig, a bonyolult hálózatok optimalizálásáig rengeteg helyen előjön az az elv, ami kell ehhez. Hogyan kell bonyolult energia domborzatokban mindenkinek az összboldogságát maximalizálni. Hát ő megtalálta elsőként egy ilyen problémának az exakt megoldását, és ez egy óriási áttörés volt, ami széles körben alkalmazható. Nagyon megérdemelten kapta meg a Nobel-díjat, itt pedig ő látható, mint éppen egy balkáni néptánc csoportban vesz részt, meg ő egyébként az Olasz Tudományos Akadémiának az elnöke, de egyébként megnéztem, hogy nekem kik a közös ismerőseim a Parizivel, mert én nem ismerem, de csupa olyan embert találtam, akik már voltak Atomcsill előadók, szóval, és egyébként nyilván több is van, csak a Facebook hálózata nem képezi le a valóságot, tehát ebből az következik, hogy remélhetőleg még a jövőben fogunk az épületen belüli emberektől hallani előadást ezekről a problémákról. De én befejeztem itt ezt a rövid összefoglalót. Köszönöm szépen!